Megnyitott a kapuit a 2018-as Fezen, többen már a kora délelőtti órákban a kígyózó sorokban álltak azért, hogy mielőbb bejuthassanak a fesztivál helyszínére. Sokan a legütősebb koncerteket várják. Leginkább tanúsabb, depresszió, és ilyet minden, amire zúzni lehet. Nagyon nagy adatlanságot várok tőle, nekem ez az első Fezenem, hasonló nagyságú még nem volt. Ütős legyen, zúzós legyen, kikapcsolódás egy hét, és... Igazából nem tudom. Hát inkább Dragon Force, Halloween, Accept, ez most nagyon jó lesz, nagyon zúzós, nagyon metál lesz ez. A fesztivál minden szempontból az újítások éve lesz, ígérik a szervezők, hiszen hagyományteremtő céllal többek között a Vöröskereszt, a Videoton és a Fonó Budai Zeneház is csatlakozik a fesztiválhoz. A zeneszerelmeseit pedig több mint 100 hazai és külföldi produkció várja. Fellép a Prodigy, a Halloween és a magyar zenekrémje is képviselteti magát. Itt lesz Rúzsa Magdi, Majka, de a Halott Pénz és a Well Hello is színpadra lép. A zenei repertoáron túl a kiegészítő programok sokszínűségére is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők. Nagyon sok nagy név látogat el hozzánk idén is. Tavaly ugye jubilomot ünnepeltünk, de szerintem és a szervezők szerint erre sikerült még egy lapáttal talán rátenni. Kibővült a terület, ahogy hallottuk a felvezetőben is, most már 6 hektár körüli. Ez azt jelenti, hogy naponta akár 15 ezer látogató is érkezhet hozzánk, és hát a 120 programból, a fellépőből biztos találnak kedvükre valót. Például rögtön ma a nyitónapon Halloween lesz az egyik különleges fellépőnk, aki járt már a Fezenen, aki ismeri a fesztivált, ő biztos, hogy találkozott velük, és most ők kifejezetten minket választottak az új különleges turnéjuk magyar helyszíneként, de holnap követi őket például a Prodigy, aki egy örök fesztiválkedvenc, lesz még a Magyar Napunk pénteken, ahol olyan előadók lépnek egymás után az egyik nagy színpadunkra, mint Ákos, Rúzsa Magdi és a Quimby. Tehát kevés nagyobb, népszerűbb magyar előadót tudnánk említeni. Ezen kívül, amiről biztos mindenki hallott, hogy az egyik szombati fellépőnknél csere történt, és az utolsó pillanatban értesültünk róla, hogy Pitbull nem tud mégsem eljönni hozzánk szombaton, és sikerült rekordidő alatt leszervezni helyette Floridát, aki műfajban, stílusban vélhetően hasonlít, és a kedvelni fogja a közönség, eddig legalábbis jók a visszajelzések. Ezen kívül van még egy sok újdonságunk, mert hogy idén a színház is bekerült a programjaink közé, illetve a népzene vagy folk, ami nem csak együttesek révén, hanem egy táncházzal is mindig szerepelni fog. Tehát ez egy ilyen különlegesebb és egy talán még színesebb fesztivál lesz, mint az eddigi. Ugye a Fezen minden stílust, szinte minden stílust felvonultat itt Fehérváron. Ez a koncepció része, tehát erre... Nagy hangsúlyt fektettek, hogy minden ízlésű ember tulajdonképpen megtalálja maga számára megfelelő programot? Mi azt szeretnénk, ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy vagy azt is szoktuk mondani, hogy fele a rock metal vonalba tartozó, és fele pedig a pop vagy ilyen könnyedebb műfajokhoz tartozó előadó, de a lényeg az, hogy megpróbáljuk mindig úgy összeállítani a programot, hogy bármilyen zenei ízléssel is bír a látogató, ő szerda program kezdéstől szombat program zárásig tudjon mindig találni magának valami megfelelőt. Tehát két nagy színpadunk van, ott például mindig párhuzamosan nem egyfajta stílusba tartozó zenekarok vannak, hanem hogyha valakinek az egyik nem tetszik, átmegy a másikra, de van 6 zenei helyszínünk, tehát a két nagy színpad mellett is 4, tehát szinte biztos, hogy talál mindenki magának, tehát ez fontos valóban. Újdonságként említetted a folk zenét, illetve az amatőr színházat, ami megjelent itt a fesztiválon. Ezen kívül milyen újdonságok várják még a fesztiválozókat? Az egészséges életmód, ami talán elsőre nem tűnik a fesztiválokkal leginkább kiemelt részének, de nálunk ez most kiemelten fontos lesz, és erre egy külön helyszínünk van, ahol a reaktiváló, ahol a mozgással, az étkezéssel foglalkozunk, és minden ilyen, meg az egészségügyi szűrésekkel. Ez a reaktiváló, és ott egészen a szerdai nyitástól szombatig mindig lesznek érdekes programok. Köszönöm szépen, és itt vagyunk egyébként most a reaktiváló helyszínén. Csóra Renátát kérdezem arról, hogy milyen programokkal készültek a fesztiválozóknak.
Hát a programok azok úgy fognak kinézni, hogy lesznek mindenféle sportrendezvények. Itt bele gondolok abba, hogy joga, spinning óra, kötélhúzás, fekvőtámaszverseny és ergométeres evezőverseny. Ezen kívül készültünk egészséges ételekkel, itt gondoltunk az ételérzékenyekre, laktózmentes, gluténmentes ételeket ételekkel készülünk, továbbá lesznek protein és cukormentes süteményeink, illetve ehhez kapcsolódó fitnessesebb italaink is, amik ilyen L-karnitinosak, illetve aminósavasak. Miért fontos egy ilyen helyszín egyébként egy fesztiválra? Azt gondolom, hogy ma már nagyon fontos amúgy is az egészség, és az egészségtudatos táplálkozás és az élet, úgymond ez egy életstílus, és gondoltuk, hogy akkor a fesztiválozóknak is így újdonságként ezt szeretnénk bevezetni, és megmutatni nekik, hogy attól függetlenül, hogy fesztivál van és buli van, attól függetlenül ezt még lehet úgy csinálni, hogy nekünk ez a legjobb legyen. Mire számítotok egyébként? Egy-két koncert között azért jönnek majd sportolni? A sportrendezvények leginkább a koncertek előtt lesznek, és az ételek viszont az egész koncert alatt, illetve az egész rendezvény alatt, és bízunk benne, hogy minél többen fognak jönni hozzánk, főleg, hogy híres sportolók is lesznek nálunk is, illetve lesz nekik is egy külön standjuk. A civil korzón pedig különféle prevenciós és játékos programokkal várják a fesztiválozókat, emellett ismereteiket is bővíthetik több témában. Idén is kint vagyunk a Fezenen, ahogy szinte minden nyáron kint vagyunk. Igazából ugyanazokkal készülünk, mint minden évben, mivel szenvedélybetegekkel foglalkozunk, és az a célunk, hogy minél szélesebb körben elérjük őket és a hozzátartozókat, ezért figyelemfelkeltő eszközöket hoztunk. Ilyen például a szimulációs szemüveg, amivel a részegség vagy bizonyos halucinogén drogok állapotát lehet szimulálni, ezt kipróbálhatják, utána átbeszéljük velük, hogy milyen veszélyeket rejt ez a fajta viselkedés magában. Totókat tölthetnek ki, keresztrejtvényeink vannak, illetve ilyen mobil konzultációs lehetőség is van, hogyha valaki úgy érzi, hogy vannak olyan kérdések, amiket szívesen átbeszélne velünk, és minden esetben ezért jár egy apró ajándék. Mennyire van helye szerinted ezeknek a programoknak egy fesztiválon, tehát mennyire nyitottak erre az emberek, mennyire érdeklődőek? Én azt gondolom, hogy abszolút helye van, főleg egy olyan fesztiválon, ahol tök sok fiatal van, hiszen ugye ez egy ilyen napi szintű probléma, egy társadalmi probléma, és erről beszélni kell, és meglepően nyitottak rá, főleg egy bizonyos szintű alkoholfogyasztás után bőven odajönnek, és kérdeznek, és érdeklődnek, úgyhogy szerintem ez tök jó, és lehet, hogy pont ez kell, hogy egy kicsit nyitottabbak legyenek, mi pedig ezt igyekszünk kihasználni. Vannak olyan tipikus kérdések, amiket megkaptok majdnem minden este, akár többször is? Persze. Kérdések is vannak, meg vannak ilyen tipikus ellentmondások, meg tévhitek, amikkel jönnek. Kérdésnek meg szoktuk kapni, hogy hát mégis hogyan lehet segíteni, mit tudunk mit csinálni, vagy esetleg hozzátartozóként hogyan lehet segíteni egy ilyen helyzetben. És hát amilyen ellenállásba szokott ütközni, ez például annak a tagadása, hogy az alkohol az drog, tehát ezt így mindig szokták tagadni, hogy nem, mert hát nem, meg hát az biztos, hogy nem, mert hogy legális, és van egy ilyen tévhit a fejekben. Úgyhogy igyekszünk ezekről beszélgetni velük, hogy mindenki így tisztába kerüljön ezekkel a dolgokkal. Mik azok a gondolatok, amiket szeretnétek mindenképpen elültetni a fejekben? Hát elsősorban az, hogy ez ne legyen egy ilyen tabu dolog. Tehát, hogy erről beszéljünk, mert hogy beszélni kell róla, és tényleg fontos lenne így a belátás, hogyha valakinek ezzel problémája van, akkor segítsünk neki, motiváljuk őt arra, hogy ezen változtasson, és hogy segítsük a belátásban, mert hogy ez az első és legfontosabb lépés, és hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve tudunk a továbbiakban segíteni nekik. Azzal a célra jöttünk ki, hogy egy kicsit ismertessük a fesztiválozókat a felelős állattartással, tudjanak kérdezni a menhelyi állattartásról, illetve hát a hétköznapi állattartásról is. Igyekszünk nekik segíteni, ahogy mondtam, a felelős állattartás megismerésében, illetve hoztunk totójátékokat, hoztunk is aranyos ilyen gyermekjátékokat, hát ha ez egy kicsit itt a fesztiválozókat feldobja, illetve hát nem titkolt célunk, hogy egy kis adományt is gyűjtsünk az állatotthon javára. Mik azok a gondolatok, amiket mindenképpen meg szeretnétek osztani az érdeklődőkkel, és mennyire van helye szerinted egy ilyen programnak egy fesztiválon, mennyire nyitottak erre az emberek? Helye mindenképpen van, mert azt gondolom, hogy itt nem csak egy tömeg van, hanem próbálnak azért közösséget is formálni itt, akik szervezik ezt a fesztivált. Ami a legfontosabb, és szeretném megosztani, az az, hogy az ivartalanítás fontossága a hétköznapokban az tényleg egyre inkább növekszik, mert az összes menhely és állatvédő szervezet nagyon telítve van, és ezt mi ilyen hétköznapi emberek úgy tudjuk a legjobban megállítani, hogy ivartalanítjuk az állatainkat, hogy véletlenül se legyen felesleges szaporulat, ugye, ami végül aztán valószínűleg a menhelyen fog kikötni, nyilván nem minden esetben, de sajnos többségben igen, úgyhogy igazából ez a legfontosabb gondolat.
hogy az ivartalanítást népszerűsítsük, és hát minden egyéb felelős állattartással kapcsolatos gondolatot, az orvosi ellátástól elkezdve, a tréningig, akár az, hogy elutazunk, akkor panzióba rakjuk a kutyánkat, ne hagyjuk otthon, az ilyen apróbb gondolatok, amik segítik a hétköznapokat. Hogy érzékelitek egyébként, mennyire vannak ezekkel a dolgokkal tisztában az emberek? Egyre inkább, én azt gondolom. Tehát egyre inkább ez, ahogy ugye a Facebook és stb. Közösségi média elterjed, ugye ezek a gondolatok is terjednek, hál' Istennek mi is használjuk. És azt gondolom, hogy az emberek is egyre inkább nyitottabbak erre pontosan ezért, mert látják ezeket a történeteket, és látják, hogy hogyan lehetne megelőzni. Hát még azért van helye az oktatásnak, tehát ez egy nagyon fontos eszköz szerintem az állatvédelemnek, hogy oktassuk főleg a fiatalságot és a tizenéveseket, hogy aztán később ezt ők is át tudják adni akár majd a gyermekeiknek is, vagy testvéreiknek. Az FSFU alapítványtól vagyunk itt. Alapítványunk célja is, amiért itt vagyunk, az az, hogy a szabad szoftvereket így megismertessük az emberekkel, és ezeknek a előnyeit próbáljuk kiemelni, valamint, hogy arról beszéljünk, hogy az alapítványunk miket tesz azért, hogy ezeket jobban ismertté tegyük, valamint beszámolunk arról, hogy mi milyen tevékenységeket végzünk mi, ami ezeket jobban használhatóvá teszi a magyarországi felhasználók számára. Mik tulajdonképpen azok a szabad szoftverek, és mi ez a tevékenység, amit ti folytattok? Alapvetően a szabad szoftverekről annyit kell tudni, hogy szabad szoftverek négy kritériumnak kell megfelelni, ezek pedig azok, hogy azt a szoftvert tekintjük szabad szoftvernek, amik tetszőleges céllal felhasználhatóak, a szoftverek megismerhetőek, tehát nem tiltja semmi azt, hogy megismerhető legyen a szoftver működése, a szoftvert saját célra, testre lehessen szabni, és a változtatásokat, azokat közlésre lehessen adni más felhasználók számára. Tehát, hogy nem csak magunknak szabhatjuk testre, hanem bárki másnak is. Legyen ez akár ingyen, legyen akár ez pénzért szolgáltatás keretében. Tehát tulajdonképpen olyan programokról, olyan használható, akár legyen irodai program, legyen képszerkesztő program, az tulajdonképpen, ha találunk egyet, akkor a saját szájízünkre, tényleg a saját igényeinkre formálhatjuk. Igen, alapvetően erről van szó. Icipicit nehéz helyzetben van az Országos Meteorológiai Szolgálat, mert a meteorológia direktben nem kapcsolódik a fesztiválhoz, bár az kétségtelen, hogy az időjárás mindent befolyásol, akár egy fesztivált is el tud mosni, amire egyébként volt már példa az elmúlt 21 évben. Mi arra készültünk, hogy egyrészt bemutassuk a meteorológiai szolgálatot. Ugye nagyon sok okos alkalmazás fut a telefonokon, honlapon is nagyon sok időjárási információ elérhető, de nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek nagy része, ha nem is azt mondanám, hogy kamu oldal, de mondjuk, hogy nem hiteles forrásból származik. A mi célunk az, hogy megmutassuk magunkat, hogy Magyarországon létezik egy állami intézmény, amelyik a meteorológiával foglalkozik, alapvetően időjárás előrejelzésekkel, éghajlatkutatással, levegőkémiai vizsgálatokkal. Tehát ezt szeretnénk bemutatni, és természetesen hát egy PR munkát végzünk, tehát egy picit a mi könnyedebb oldalunkat is szeretnénk megmutatni, hogy nem egyszerű hivatalnokok vagyunk, hanem mi is emberek, szeretjük adott esetben a rockzenét, és igyekszünk ilyen jellegű programokat kínálni. Hogy konkrétabban válaszoljuk, hogy milyen játékokkal és mikkel jelentkezünk. Van egy nagyon jó zenefelismerő játékunk. Az ember nem is gondolná, hogy milyen sok zeneszámban szerepel az időjárás, vagy a szám címében, vagy a mondani valójában. Úgyhogy egy ilyen játékkal készültünk. Van egy olyan úgynevezett csapadékfelismerő játékunk, ahol dobókocka segítségével egyrészt az egyezményes meteorológiai jeleket kell kitalálni, és utána pedig hát ugye összegyűjteni, hogy milyen időjárási jelenség tartozik hozzá, illetve hát tesztek, totók, ilyesmi kvízjátékok, és természetesen ezért apróságokat ajándékban azért tudunk adni a látogatóknak, de azt hiszem, hogy nem az ajándék a lényeg, hanem a játék. Mennyire érdeklődnek a fesztiválozók egyébként az időjárás iránt? Tehát nem félnek-e idejönni, hogy esetleg bevonzák az esőt ezekre a napokra? Nem. Ugye azt szokták mondani, hogy a focihoz, a nőkhöz és az időjáráshoz mindenki ért. Hát itt kiderül, hogy azért ez nem feltétlenül igaz így. Időjárásban is tudunk újat mondani. Ez nem baj, tehát én azt mondom, hogy mindenki bátran jöjjön ide.
Egyébként nagyon sokan megállnak, nagyon sokan érdeklődnek, nagyon sokan meglepődnek, hogy egyáltalán egy ilyen intézmény mit keres itt, de nagyon jó hangulat szokott lenni, sokat beszélgetünk klímaváltozásról például, ez egy nagyon izgalmas téma, és hát az aktuális időjárástól. Szerencsére most nem kell félni, most egyelőre úgy néz ki, hogy legalábbis a mai nap talán minden rendben lesz időjárás szempontjából.